November közepén van a Nemzetközi Cukorbetegek Világnapja. Vendégem dr. Mácsai Emília, diabetológus, a Csolnoki Ferenc Kórház belgyógyászati és anyagcsere centrumának beosztott főorvosa. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük azzal először is, hogy mi is pontosan a cukorbetegség, mert ez elég tág fogalom, és nagyon, nagyon sok ember talán nem is tudja, hogy miből is alakul és hogyan indul ki ez a betegségfajta. Igen. A glükóz az egy nagyon-nagyon ősi anyag, az alapvető tápanyagunk. Az élettani jelentősége az az, hogy a táplálékból felszívódva, a vérkeringésbe bekerülve minden egyes sejtbe bejut, és energiahordozóként az anyagcsere folyamatoknak a szükségleteit biztosítja. Energiahordozó anyagok képződnek belőle, és minden egyes életfolyamatunk, a sejten belüli anyagcsere folyamatok ennek az energiának a felhasználásával tudnak lebonyolódni. Amennyiben a cukor nem tud a sejtekbe belépni, megemelkedik a vérben a cukorszint, de ez tulajdonképpen csak egy jele a cukorbetegségnek, jóval nagyobb baj az, hogy a sejtek ilyenkor tulajdonképpen éheznek. A cukorbetegségnek két típusa van. Van egy olyan fiatalkori kezdetű cukorbetegség, amit egyes típusnak hívunk, általában autoimmun, tehát immunrendszeri betegség talaján alakul ki. Erre az jellemző, hogy a hasnyálmirigyben nem termelődik inzulin. Az inzulin az a hormon, ami a vérben lévő cukrot bejuttatja a sejtekbe. Inzulin hatás nélkül a cukormolekulák nem tudnak a sejtbe belépni. Ez nagyon súlyos állapot, gyorsan kezdődik, pár napon belül a betegek kórházba kerülnek, az anyagcsere kisiklást sikerül rendezni, és a továbbiakban inzulinkezelést igényelnek. Jóval gyakoribb ennél azonban a kettes típusú cukorbetegség előfordulása, ami a felnőtt korra, és elsősorban ezen belül is a 40-60 év feletti életkorra jellemző. Itt a betegség kezdete sokkal kevésbé karakterisztikus, lassan, gyengeséggel, pici elhízással, apró panaszokkal kezdődik, ami nem is mindig vezeti a betegeket az orvoshoz. Erre az jellemző, hogy a kezdeti fázisban inzulin rezisztencia alakul ki. Ez azt jelenti, hogy termelődik inzulin, de ez nem megfelelő hatékonyságú, nem juttatja be megfelelő gyorsasággal a cukormolekulákat a sejtekbe, és ez is oda vezet, hogy a sejtek energetikailag kóros működésűvé válnak. Átmenetileg a hasnyálmirigy ezt a rezisztenciát tudja ellensúlyozni azzal, hogy megemelkedik az inzulin szint. De ez csak egy rövid ideig van így, utána még az emelkedett inzulin szint sem elégséges, hogy a cukrot bevigye a sejtekbe, ekkor emelkedik meg a vércukor, és ekkor jönnek már azok a kettes típusra jellemző anyagcsere szövődmények, amik jellemzik ezt a betegcsoportot. Mi a különbség az egyes és a kettes fázis olyan tekintetben, hogy melyik hogyan alakul ki, vagy melyik korosztályra jellemző, vagy lehet esetleg tudni azt, hogy melyik típusú betegségnek hány százalékban esik áldozatul a magyar lakosság? Igen. Az egyes típusú cukorbetegség az körülbelül 5%-a a globális cukorbetegség számnak. Fiatalkorban, tehát egy olyan 5 és 18 éves kor között jellemző, és 90% feletti a részesedése a kettes típusú cukorbetegségnek az összcukorbetegség előfordulási arányból. Ez időskorra, 40 éven túli korosztályra jellemző, a lassú, fokozatos kezdettel és a tüneteknek a alig-alig lépésekben való kibontakozásával. És milyen életmód, vagy mi szükséges ahhoz, hogy mondjuk valaki az egyes fázisból átlépjen a kettesbe, ami egy súlyosabb? Tehát milyen elváltozásokra, vagy egyéb körülményekre van szüksége ehhez? Igen. Na most az egyes és a kettes az nem fázisokat jelöl, az tulajdonképpen két különálló betegség. Teljesen különálló. Az egyes típus az egy immunológiai betegség, a kettes típusról pontosan nem is tudjuk, talán vannak benne immunológiai komponensek is, de a fő probléma az az, hogy a sejtek nem elég érzékenyek az inzulinra. Ez akkor várható, hogyha már valakinek volt a családjában cukorbetegség, picikét elhízottá válik, megjelenik esetleg a magas vérnyomás, megjelennek olyan laboratóriumi eltérések, mint mondjuk a magas vérzsírszintek, vagy a magas húgysavszint. Jellemző a betegségre az is, hogy ezek együttesen fordulnak elő, és úgy is hívjuk ezt, hogy metabolikus X-szindróma. Ebben a fázisban a betegek már nagyon enyhe tüneteket észlelnek, és hogyha a laboratóriumi vizsgálatra is ennek kapcsán sor kerül,
mindenképpen figyelni kell arra, hogy a 5,6-os vagy még inkább a 6-os feletti éhgyomri vércukor érték és ezeknek a diszkrét tüneteknek a megléte esetén szükség van vércukor terheléses vizsgálat elvégzésére. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszertárban 75 g mennyiségű teszt mennyiségű vércukor, szülőcukrot kell venni. Ezt a vérvétel napján, amikor éhgyomorra mennek a betegek, magukkal kell vinniük a laboratóriumba. Itt megtörténik az éhgyomri mintának a levétele, és utána vízben feloldva ezt a cukrot, pár percen belül el kell fogyasztani, utána egy olyan 2 óra múlva kerül sor az újabb, a terhelés utáni cukorértéknek a levételére, és a kettőnek aránya szabja azt meg, hogy milyen súlyosságú szénhidrát anyagsere zavarról van szó. Nagyon fontos, hogy közben nem szabad se enni, se inni, se dohányozni, se kávét fogyasztani, sőt járkálni sem. A két cukorérték alapján megmondható egészen pontosan az, hogy csak egy átmeneti szénhidrát anyagcsere zavarról van szó, ami a cukorbetegség és a normál vércukor anyagcsere közötti állapotot jelenti, avagy eléri ennek az anyagcsere súlyos, zavar súlyosságnak a foka az, hogy ki lehet mondani azt, hogy az illető cukorbeteg. Óriási jelentőségű ennek a cukorbetegség kezdeti fázisnak a felismerése. Több évet tudunk a betegeknél tünetmentesen, jó általános állapotban, szövődményektől is megóvva a beteget nyerni, hogyha ezt a betegséget idejében felismerik. Ennek a módja ez a cukorterheléses vizsgálat, és még egy laboratóriumi paraméter, a hemoglobin A1C. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 4-6 hétben milyen vércukor értéke volt egy betegnek. A vérben lévő hemoglobin molekulák bizonyos százalékára rákötődik ugyanis ez a cukor, és hogyha elég hosszú ideig és elég jelentős mértékben volt megemelkedve a vércukor, akkor ez a hemoglobin A1C érték 5,6-6,5-7% körüli tartományba emelkedik. Ez a cukorterheléses vizsgálat mennyire biztos adatokat produkál, ugyanis a saját tapasztalatom szerint elég sok ember már fél ettől a népbetegségé vált cukorbetegségtől, és ugyanahogy ön is mondta, akinek a családjában az előfordul, van egyfajta hajlam. Emiatt sokan már esetleg próbálják mellőzni az étrendjükből a cukrot. Ennek köszönhetően nem lesz bizonyos szempontból fals az adat, hogyha valaki eleve az élete során, hétköznapjai során minimális cukrot fogyaszt, és akkor egy nagy dózisban kap egy ilyen löketet, úgymond egy ilyen vizsgálat alkalmával? Ettől nem kell tartani. Nem kell. Azt lehet mondani, hogy tartósan még a szénhidrát bevitel szempontjából önmagával szemben legszigorúbb ember sem tud körülbelül egy olyan napi 150 g szénhidrátnak megfelelő mennyiségnél kisebb szénhidrát mennyiségű diétát tartani. Ez megfelelő ahhoz, hogy a cukorterheléses vizsgálatnál egészen pontosan és későbbiekben is reprodukálható módon lehessen ezeket az adatokat értékelni, és erre lehet alapozni a cukorbetegségnek a diagnózisát. Azt lehet mondani, hogy napjainkban egyre inkább a cukorbetegség, a kettes típusú cukorbetegség megelőzésére, diétával való megelőzhetőségére terelődik a hangsúly. Mit is kell ez alatt értenünk? Vannak bizonyos speciális extrém diéták, ilyen volt régebben a fehérje dús és szénhidrát és zsírszegény diéta, mostanában a ősemberhez hasonló étrendeknek a bevezetése. Azt lehet ezekről mondani, hogy egyértelműen nem bizonyított az, hogy megelőzik a cukorbetegséget, illetve milyen mértékben képesek ezzel kapcsolatos hosszabb távú prognózist javítani. Amit viszont egészen biztosan állíthatunk az átlag emberek számára, hogyha kicsi gyerekkortól fogva egy olyan fajta étkezési kultúrát alakítunk ki, amiben benne van az, hogy az extrém mértékű, főként édességektől való tartózkodást sikerül belső értékrend részévé tenni, akkor ezzel nagyon-nagyon sokat tudunk tenni a cukorbetegség megelőzése céljából. Tehát arról van szó, hogy nincsenek abszolút tilalmas ételek, de mindenből nagyon-nagyon megfontoltan és mértékkel szabad fogyasztani. Mely élelmiszerek azok, amiknek a fogyasztásánál különösen oda kell figyelni? Igen. Erre a mértéktartásra? A gyerekkorban például ezek a cukorkák és az édes italoknak a fogyasztása az, ami mindenképpen korlátozást igényel.
Már gyerekkortól fogva nagyon hasznos az, hogyha rászoktatjuk a fiatalokat is arra, hogy minden nap zöldséget és gyümölcsöt is fogyasszanak. Nem nagy mértékben. Körülbelül annyi gyümölcsöt kell lenni, amennyi az embernek így a markában, megpucolva, tiszta állapotban elfér. Ugyanennyi zöldséget is, hogyha eszünk, már teszünk annak érdekében, hogy évtizedek során kíméljük a hasnyálmirigyünknek az inzulin termelő képességét, és nem merüljön ki 40-50-60 éves életkorra. Gyerekeknél nagyon ártalmas tud lenni még a chips-szerű ételeknek a fogyasztása, és hát a kóla és a társai. Ezeket mindenképpen én azt gondolom, hogy korlátozni kell. Amerikában már olyan programok vannak, ahol az iskolákban tilos ilyen élelmiszereket árulni is, sőt, külön odafigyelnek arra, hogy az iskolai tanulók minden nap zöldséget és gyümölcsöt egyenek. Magyarországon is elindult a közétkeztetésnek a megreformálása. Ez a Mintamenza program mennyire ideális körülményeket teremt ahhoz, hogy a gyerekek táplálkozási kultúrája abba az irányba haladjon, hogy lehetőség szerint visszaforduljon ez a tendencia, és ne legyen hosszú távon népbetegség a cukorbetegség. Én ezt nagyon-nagyon hasznos és követendő dolognak tartom. A diabétesz kezelésében is picit a diétára vonatkozó útmutatások egyszerűsödését tapasztaljuk, és ezáltal valószínűleg hatékonyabb is lesz. Azt lehet mondani, hogy egy tányért, hogyha magunk elé képzelünk, akkor ideális esetben ennek körülbelül a felére essen zöldségféleség, körülbelül a negyede legyen hús vagy annak megfelelő fehérje tartalmú étel, és körülbelül a negyede legyen valamilyen rizs vagy tészta vagy krumpli, tehát a köretnek megfelelő része az étrendünknek az ez legyen. A zöldség és gyümölcs mellett oda kell figyelnünk még a D-vitamin bevitelre és a tejtermékeknek a fogyasztására is. Népbetegségi mutatókat figyelembe véve, ettől is várható az, hogy a cukorbetegségnek, sőt, számos egyéb betegségnek az előfordulását mérsékelheti. Például a cukorbetegségben gyakoribbá váló daganatos betegségnek az előfordulása is feltételezhetően nagyobb időtartamot és nagyobb populációt figyelembe véve visszaszorítható lesz. Említette az előbb a tányéron az étel felosztását. Ha már a tányér felét zöldséggel, akármilyen formában, akár párolt, akár főtt, akár sült zöldséggel töltjük meg, akkor szükséges egyáltalán a köret mellé. Gyakorlatilag ugye a burgonya és a rizs is szénhidrát tartalmú, tehát az kismértékben sem ártalmas, vagy nem, valamilyen pici mértékben, tehát mondjuk egy 40-50 gramnyi mennyiségben egy főétkezéshez szükséges a fogyasztásuk. Tehát helytelen az, hogyha teljesen mellőzzük az étrendből, nem is tudjuk. Hiszen, ahogy mondtam is, az alapvető energiahordozónk az a glükóz. Tehát azt kell elérnünk, hogy megfelelő mennyiségben, megfelelő időbeli elosztásban kerüljön be a szervezetbe, ne hirtelen kerüljön be, például egy fél literes cukros üdítőital elfogyasztása kapcsán, és olyan tápanyagokat fogyasszunk mellé, amik elhúzzák kellőképpen ennek a szőlőcukornak a felszívódását, ezért ideális kísérője a szénhidrát bevitelnek a zöldség, amiben nagyon sok növényi rost van. Mi az oka annak, hogy ez a betegség ilyen sok embert érintett? Az elején említette a számokat, hogy azért a lakosság, illetve bizony, Magyarország népességének elég nagy százalékát. Ez, ahogy beszéltünk is róla, ez örökölhető, genetikai jellegű is már, vagy ez abszolút életmódra vezethető probléma? Nagyon kiterjedt kutatások folytak abban az irányban, hogy mi is lehet az oka annak, hogy a kettes típusú cukorbetegség ennyire gyakorivá vált. Egyértelmű magyarázatot nem tudunk erre pillanatnyilag adni, de hát mindenképpen a mozgásszegény életmódot itt meg kell említeni. Meg kell említeni azt, hogy túlságosan zsírdús az a táplálék, amit egy átlagos nyugati típusú társadalomban a polgárok fogyasztanak. Ez egy picit a bélflórát átalakítja. És ennek a bélflórának a felszívódásra gyakorolt hatása az segíti a szénhidrátoknak a gyors bejutását a szervezetbe, amire nem igazán vagyunk genetikailag hozzá szoktatva. És erre egy rossz válaszreakció a szervezettől. Úgy van, tehát a hirtelen vércukor emelkedés előbb-utóbb túlterheli a szervezetnek a inzulin termelő kapacitását, és hosszabb távon, több évtized alatt pedig kiismerítheti. Immunológiai okokat is föltételeznek,
És hát a D-vitamin hiány is talán ott van az etiológiai, az oki faktorok között. Mik azok a tünetek, amikre már érdemes odafigyelni és reagálni kell, ami lehet, hogy átsiklunk rajta a hétköznapokban, de jelen van, és biztos, hogy jel ez a szervezetünk, csak nem veszük észre, vagy nem akarjuk. Igen. Mindenképpen, hogyha gyakori gyulladásos betegségek fordulnak elő egymás után. Tehát egy olyan pácienst vegyünk, aki alapvetően egészséges volt, nem kellett semmilyen gyógyszert szednie, nem volt semmilyen korábbi laboratóriumi eltérése sem, és hát egyszer csak azt tapasztalja, hogy egyik gyulladás jön a másik után, egy torokgyulladás, egy fülészeti gyulladás, egy fogászati gyulladás, netán nőgyógyászati vagy urológiai természetű, főként gombás gyulladások, hát akkor bizony ez arra utal, hogy lehet, hogy a vércukor szintje magasabb. A másik ilyen tünet az elhúzódó sebgyógyulás. A cukorbetegségben a vércukorszint emelkedése gátolja ezeket a természetes reparatív folyamatokat. Különösen a láb sérüléseknek az elhúzódó gyógyulása az, ami arra utalhat, hogy itt egy kezdődő szénhidrát anyagcseréről van szó. Gyanút kelt, hogyha egy korábban tünetmentes betegnél hirtelen megnő mondjuk a vizelet mennyiség. Hiszen a vércukor emelkedés 10 millimol per liter fölött azt okozza, hogy ez a glükóz, a cukor vizeletben is megjelenik, és nem hagyja visszaszívódni a vesében a filtrálódó folyadékmennyiséget, és a korábbi 1-1,5 literes vizelet akár 2 vagy 3 liter is lehet. Ezzel párhuzamosan ennek következtében szomjas lesz a beteg, tehát jóval több folyadékot is kezd inni. Milyen életkorban lenne érdemes elkezdeni a szűrést, akár kampányszerűen, illetve azok a lakossági szűrések, amiben ugye egyre több van a településeken, illetve országszerte, mennyire lehet optimális adatot kinyerni egy beteg számára? Én azt gondolom, hogy akinél a hajlamosító faktorok megvannak, és a családi kórelőzmény is arra utal, hogy volt ilyen probléma, ott már bizony 40 év fölött ezt a szűrővizsgálatot ajánlott elvégezni. Mely szerveinket veszélyezteti a cukorbetegség? Mert ugye említettük, hogy több rétű a betegség. Igen. És hát a leggyakoribb, amivel talán találkozunk, vagy csak szembesülünk vele, de nyilván vannak lapangó dolgok is, az ugye a lábnak, az artériáinak a szűkülése. Így Ezen van. Kívül emellett mi minden van még? Igen, hát úgy szoktak fogalmazni, hogy a cukorbetegségben vannak úgynevezett nagy érszövődmények és kis érszövődmények. Talán úgy lehetne ezt elképzelni, hogy vannak olyan szerveink, ahol azokat ellátó legnagyobb verőerek betegszenek meg. Így például az alsó végtagi érszűkület, ahol a lábat ellátó főverőereknek a többszörös lokalizációjú és változó súlyosságú összeszűküléséről van szó. De ugyanígy a nagyérbetegségek kategóriájába sorolható a koszorús érbetegség is. A harmadik jellemző nagyérbetegség pedig az agyikeringési zavar. Mind a három szerv esetében nagyon sokszor látjuk azt, hogy már ezek a szövődmények viszik a beteget tulajdonképpen orvoshoz, és az akkor elindított vizsgálatok kapcsán derül ki, hogy akkor egy kezdődő cukorbetegségről van szó. Sok esetben az agyikeringési zavar az nem is agyvérzés, tehát nem arról van szó, hogy megpattan egy ér az agyban, és akkor ott egy véromlány keletkezik, hanem úgynevezett lágyulásos típusú agyikeringési zavar, tehát egyszerűen elzáródik az agyat ellátó artéria, és az általa ellátott agyi területeken egy elhalás alakul ki. Ezt hívjuk lágyulásnak. Ilyenfajta tünetegyüttes viszont akkor is jelentkezhet, hogyha hirtelen vércukoresés alakul ki egy cukorbetegen. Mindenképpen ezt ugye stroke-nak kell értékelnünk, és minél előbb kórházba kell, hogy egy ilyen beteg kerüljön. Ott aztán eldöntik azt, hogy milyen gyors további tennivalók vannak. A kísérbetegségek pedig olyan picike ereket érintenek, amik az artériáktól, tehát a centiméter nagyságrendű vagy a körüli nagyságrendű erektől sokkal kisebb ereket érintenek. Az ezáltal károsodó szervek közé sorolható tulajdonképpen a lábnak a neuropátiás elváltozása, ami nem csak azt jelenti, hogy a láb az érszűkület miatt károsodik, hanem azt, hogy a lábnak az érző és a mozgató idegrostjai a cukorbetegség miatt funkciózavart kezdenek mutatni.
Egy ilyen betegnél azt lehet tapasztalni, hogy elkezd olyan furcsán zsibbadni a lába, olyan zokni vonalban. Zsibbad, aztán fájdogál egy picit, főként éjszaka, olyan, mintha hangyák mászkálnának rajta, és ez tipikusan már neuropátiás tünet, mindenképpen ilyenkor orvoshoz, esetleg diabetológiára is kell, hogy a beteg eljusson, ezt ott tudják pontosan mérni és gyógyszerekkel kezelni. A másik kísérszövődmény a szemészeti szövődmény, ami látászavart okoz. Nem ritka az, hogy hirtelen egy repkedő homályt kezd a beteg látni a látótérben. Ez is arra utalhat, hogy ott már bizony egy bevérzés alakulhatott ki. Javasoljuk egyébként, hogy főként mondjuk hipertóniás betegeknél, vagy ismert cukorbetegeknél legalábbis évente sor kell, hogy kerüljön szemfenék vizsgálatra szemészeten, hogy a kezdeti fázisát ennek a ideghártya bántalomnak már sikerüljön diagnosztizálni, és ne kerüljön sor súlyos bevérzésre, ami aztán látásvesztést okoz. És hát ugyancsak a kísér kategóriába sorolható a vesének a károsodása, ami az én szűkebb szakterületem is. Hát itt még alattomosabb problémával állunk szemben. Nem ritkán csak laboratóriumi jelekkel tudjuk azt mondani, hogy ez a cukorbetegség már a veséket is károsította. A vesének a méreganyag kiválasztó kapacitása károsodik, és tipikusan ennek az első jele az, hogy minimális mennyiségben, de fehérje jelenik meg a cukorbetegek vizeletében. Ez a vizeletvizsgálat is, én azt gondolom, hogy talán nem haszontalan, hogyha azt mondjuk, hogy évente azért egy vizeletvizsgálat, még akkor is, hogyha nincs diagnosztizált cukorbetegsége valakinek, bizony jó lenne. A cukorbetegségnek az előfordulása egyébként Magyarországon pillanatnyilag olyan 8% körüli a felnőtt lakosság körében, de azt lehet mondani, hogy legalább ennyi a határérték cukorbetegünk, tehát durván körülbelül minden tizedik felnőttet ez a fajta probléma érint. És ez része egy nagyobb betegségkörnek, amit ma úgy hívunk, hogy nem kommunikábilis betegségek, tehát hogy ma már ugye azt a történelmi kort éljük, amikor a klasszikus fertőző betegségek, vagy a háborúk okozta traumatológiai sebészeti események háttérbe szorultak, ma az úgynevezett nem kommunikábilis betegségek, tehát a degeneratív betegségek azok, amik a fő egészségügyi problémát jelentik, ezek közé tartozik a cukorbetegség is, de ide sorolható a daganatos betegségek köre, a krónikus légúti betegségek köre, a pszichiátriai betegségek köre, a magas vérnyomás betegség, és hát igazándiból belgyógyászoknak ma ezek a betegség típusok jelentik a legnagyobb fejtörést és a legnagyobb feladatot. Elég komplex betegségkör társul ehhez, és elég sokfajta szakterület kivizsgálása ajánlott, gondolom, hogy maximálisan meggyőződhessen akár a szakorvos, akár a beteg arról, hogy pontosan az állapotára val kapcsolatban mi a helyzet pontosan. Beszéltünk a beszélgetés elején a cukorbetegség előszobájának nevezett inzulinrezisztenciáról, ami azért a közelmúltban egyre inkább felütötte a fejét, és főként a meddőség kapcsán fiatal hölgyeket is érinti. Ezzel az esettel, vagy ezzel a mit helyzettel... Mit is lehet kezdeni ezzel a dologgal? Pontosan mit? Na illetve most... ez mi miatt alakul ki, mert említette, hogy többnyire ugye a 40 fölöttieket érinti a cukorbetegség, ez meg ugye azért 20-as éveiben járó hölgyeket érint többnyire. Igen. Ezt a témakört is úgy kell megközelíteni, hogy bizony ma már a terhesség előtti korban sem ritka az enyhe fokú elhízás. Én azt gondolom, hogy ha így közelítjük meg ezt a problémát, akkor a megelőzhetőségét hangsúlyozzuk. Tehát az inzulin rezisztencia és ennek a policisztás ovárium szindrómával való kapcsolata, mert igazándiból itt valahol erről van szó, tehát ez egy szindróma, amire jellemző az, hogy egy szénhidrát anyagcsere zavara van. És ha jól tudom, akkor egyik kötődik a másikhoz, és gyakorlatilag a problémát közösen okozzák. Így van, így van. Tehát ezt az állapotot is valahol úgy lehetne megelőzni, hogy már gyerekkorban, illetve a hölgyeknél tinédzserkorban hangsúlyozzuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelően táplálkozzanak. Tehát egyik oldalra sem szabad túlzásokban esni. Tehát sem a túlzott, sem az elégtelen kalória bevitel nem előnyös. Egy optimális táplálkozást kell próbálni megvalósítani, és ez esetben
elkerülhető az, hogy 20-30 éves kor között, ami várhatóan egy terhesség szempontjából az anyai életkor, leginkább, leggyakrabban, kialakuljon az, hogy egy inzulinrezisztencia, és hát ennek kapcsán aztán meddőségi vizsgálatok derítenek leggyakrabban fényt arra, hogy bizony itt a cukorbetegségnek egy speciális előállapotáról van szó. A kezelése is ezen alapszik, diéta, fogyás, és nem egy esetben ezek után a meddőség megszűnik. De hogyha mégsem így van, ez endokrinológus kezébe való probléma, és ott tudnak a betegek megfelelő gyógyszerekhez, illetve a meddőségnek a uralhatóságához szükséges ellátáshoz jutni. Ha jól tudom, ugye a cukorbetegség egy olyan fajta probléma, amin javítani lehet a helyzeten, de igazából megszüntetni nem. Az inzulin rezisztencia akkor ezek szerint még az az állapot, ami még visszafordítható, és amivel abszolút, muszáj foglalkozni az, hogy ez ne tetéződjön tovább így ez a van. Probléma. Tehát az inzulin rezisztencia állapotában, hogyha sikerül a beteggel egy beteg oktatás kapcsán azt elfogadtatni, hogy bizony itt életmódváltozásra van szükség, tehát legalább mondjuk naponta egy 3/4 órát intenzíven gyalogoljon, vagy ennek megfelelő fizikai munkát végezzen, és a diétában egy kalória szegény és kalkulált szénhidrát és zsírbevitelt valósítson meg, ez az állapot normális irányba képes regenerálódni, és nem alakulnak ki azok a késői szövődmények, amikkel aztán már 40-50 éves korban kell szembenézni. Mennyire felkészült akár a munka, akár a lakókörnyezetünkben élő emberek többsége arra, hogy találkozik egy cukorbeteg rosszul léttel, és hogy ezt megfelelően kezelje? Mennyire vagyunk ebben a témában már kellően kioktatva? Én azt gondolom, hogy egyre jobb a helyzet. Tehát amíg 4-5 évvel ezelőtt mondjuk egy utcai vércukoreséses rosszulét még gondolkodóba ejtette az átlagembert, hogy húha, na már megint egy részeg itt az utcán tántorog. Igen, mert többnyire ugye eleve a cukorbetegeknek egy olyan zavarral, szaga igen, is van, igen, ami arra utal, vagy igen, ahhoz hasonló, igen, mint az alkoholfogyasztás. Két típusú anyagcserekisiklást kell itt megkülönböztetni, vagy arról van szó, hogy nagyon fölszökik a vércukor 15-20 millimol per liter vagy a fölött, és ez egy úgynevezett acetonos lehelettel járhat, kiszáradással, vérnyomás eséssel és rosszul léttel. Az ilyen betegek nem ritkán keltik részeg benyomását, de én azt látom, hogy most már annyira sokat beszéltünk a cukorbetegségről, és a cukorbeteg világnap is ebben évről évre segítségünkre volt, hogy az átlag emberekben is már ilyenkor is bizony fölmerül az, hogy nem biztos, hogy arról van szó, hogy nem-e valamilyen valódi orvosi probléma alakult ki, és segítenek. Én egyre inkább azt veszem észre, hogy találkozunk azzal, hogy segítenek az utcai rosszulétek kapcsán. A rosszulétek másik formája, amikor leesik a vércukor, és nincs ez a furcsa lehelet, csak megmagyarázhatatlan zavart viselkedés, vagy nem ritkán epilepszia. Provokálhat epilepsziát a vércukoresés. Annak ellenére, hogy valakinek nincsen epilepsziája, annak így ellenére van, olyan tünetet produkálhat. Úgy bizony, tehát egy utcai rosszulét kapcsán egy vércukoresés akár epilepsziás rosszulétben is megnyilvánulhat. És igazándiból egyre inkább elfogadják ezt is az emberek, hogy bizony egy közösségbe tartozunk, és segítségére kell lennünk egy ilyen embertársunknak. Segítik ezt a fajta segítségnyújtást azok a törekvések, hogy egy speciális karperece legyen a cukorbetegeknek, amire rá van írva, hogy ő diabéteses, és egy-egy rosszulét kapcsán, akár laikusok, akár a kiérkező mentő, mindjárt tudja, hogy akkor milyen vonalon gondolkodjanak tovább. Az egészségügy milyen irányba halad? Vannak-e új gyógyszerek, új módszerek, amivel lehet kezelni Igen. a cukorbetegséget? Évről évre új gyógyszerek jelennek meg. Ebben az évben is két ilyen készítménnyel gazdagodtunk, és küszöbben áll egy harmadik készítménynek a bevezetése. Ezekről azt lehet mondani, hogy nem várható tőlük az, hogy a cukorbetegséget innentől már varázsütéssel fogjuk tudni gyógyítani, és csodajó vércukorértékeket fogunk produkálni. Inkább azt lehet mondani, hogy az egyik gyógyszer az a meglévő gyógyszercsaládnak egy további tagjaként segíti azt, hogy minél inkább egyénre szabottan tudjunk választani a cukorbetegség kezelésében rendelkezésekre álló készítmények közül. A másik gyógyszer pedig egy hatástanilag új csoport,
ami úgy segíti a vércukorszínnek a beállíthatóságát, hogy a fölös vércukrot kis mennyiségben ugyan, de a vizelet útján eltávolítja a szervezetből. Ezzel kapcsolatban viszont azt kell tudni, hogy nagyon nagy gondot kell fektetni a higiénére, mert hiszen bizonyos húgyúti gyulladásoknak az előfordulását, ha nem figyel oda rá a cukorbeteg, fokozhatja. Kezelésekben van-e valamilyen szabályozás, változás, vagy olyan jellegű úttörő Igen. előrelépés, ami esetleg meghatározható lehet a betegek szempontjából? Igen. Itt is kedvező eredményekről tudunk beszámolni. 2014-ben a Magyar Diabétesz Társaság egy új guideline-t bocsátott ki a magyar betegek kezelésére vonatkozóan, amelyben az új készítményekkel kapcsolatos ismereteket is bevonva az egész ország diabetológusai számára egy nagyon konkrét útmutatást ad abban a kérdésben, hogy az egyes és a kettes típusú cukorbetegeket milyen gondolatok mentén kezeljük, és nem csak, hogy a cukorbetegség, hanem a különböző anyagcsere kisiklásra vonatkozó állapotok, a terhességgel kapcsolatos kérdésekben, a műtéttel kapcsolatos kérdésekben is egy használható útmutatót ad. Ezt gondolom akkor nem csak az orvosoknak, a betegeknek egyaránt. Beteg oktató weboldalak is vannak, a MACOSZ, a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének a weblapja az, ami időről időre a betegek számára érthető nyelven ad tájékoztatást a cukorbetegséggel kapcsolatos kérdésekről. Ami még talán javasolható, az a webbeteg, illetve a házipatika.com című internetes weblapok. És itt szeretném azt megjegyezni, hogy nem szabad minden weblapot komolyan venni, ami cukorbetegséggel foglalkozik. Nagyon sok olyan weblap van, ahol különböző ilyen-olyan természetgyógyászati készítmények felé orientálják a betegeket, sokszor indokolatlan reményeket keltve. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívást is, hogy tájékoztatást adott. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.